eldönti-e ma a Victoria FC a bronzérem sorsát, esetleg az Eto FC Győr ki tudja-e harcolni a harmadik mérkőzést? Ez a nagy kérdése ennek a mai mérkőzésnek. Zöld mezben játszik majd a hazai pályán játszó Eto FC Győr, tiszta feketében pedig a Victoria FC lép ma pályára. Negyed óra telt el a mérkőzésből, Victoria szabadrúgás jó 26-27 méterről. Manhart rálövi! Fogta Szőke. Német kapja a labdát a leshatáron, de nincsen lesen, tovább engedély játékvezető Német a 16-oson belül lelövi! 39. perc, újabb Victoria szöglet, ezúttal is Balog. Jól csavarodik be Manhart! Jó a védés Szőkétől. Hozzá tartozik az igazság, hogy azért középre tartott ez a labda, de azért fogni természetesen meg kellett. Az utolsó percben járunk az első félidőben, Balog a szabadrúgás mögött. És ott a gól! Vezet a Victoria, nem voltam benne biztos, hogy benn van, de benn van, Tálosi beletette a fejét a labdába, és az utolsó percben, az első félidőben megszerzi a vezetést. A Victoria, becsorgott a labda a kapuba. Nagyon véges voltam a lányokra a fél időben, hiszen nem látszott rajtuk semmi, tehát nem látszott rajta az, hogy a harmadik helyért, az életünkért küzdünk lényegében, hiszen ezt a célt is kitűztük magunk elő, hogy harmadikak legyünk. Itt talán még nem is beszéltem velük mostanában, de nagyon kemény voltam, és úgy látszik, hogy ez hatott. Süle. Süle egy távoli lövéssel próbálkozik, és nem is csak egy lövés, hanem egy hatalmas gólt lő. Süle Dóra! Nagyon-nagyon nyújtózkodott Bíró Barbara, de hát ezzel nem tudott mit kezdeni. Süle bivaly erős lövés. A negyedik perc a második fél időben, és azonnal egyenlít az Eto FC Győr. Látszik, hogy nem adták még föl ők a bronzálmokat. Fürdős. Magyaricsnak ki a szélre. Magyarics Kovácssal szemben. Magyarics megcsinálja a cselt, ez eddig nagyon szép, el is lövi Magyarics. Nem okozott különösebb gondot Szőkének. Gődér és Öreg is ott van. Gődér átlépi, Öreg pedig ellövi laposra bele a sorfalba. 65 perc telt el a mérkőzésből. Siklér kap jó labdát. És még meg tudja tartani, Siklér el is lövi! Dikanova. Dikanova egy távoli csavarás, és nem is veszélytelen! Most állt be! Egyetlen perccel ezelőtt Dominika Dikanova. És mindjárt megtornáztatta Bíró Barbarát. A második félidő inkább a győriekről szól. Öreg csavarta befelé, és Gődér pedig fejelni is tudott. 20 perc van hátra a mérkőzésből, és egy Eto szöglet. És egy jó lövés! És ott a kipattanó mellé! Gődér végzi el a szabadrúgást, Süle, nem is rossz a Süle, fejjel ott a gól! Második gólja Süle Dórának, és megfordítja a mérkőzés negyed órával a vége előtt az Eto FC Győr. Gyönyörű gól! Hajszál pontos beadás Gődértől, és fantasztikus fejes Süle Dórától. 2-1-re vezet az Eto FC. Egyáltalán nem volt begyakorolt figura, én nem vagyok az a nagy fejelő típus, de most nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült beletennem a fejemet, és így volt fejelnem. Az első fél időben meg kellett volna verni ezt a Győrt. Aztán, hogy mi történt fél időben, fogalmam nincs, de második fél időben tényleg átvették az irányítást, és a második fél idő alapján viszont megérdemelten nyertek, annak ellenére, hogy két helyzetből kettőt berúgtak. Első fél időben viszont nekünk ugye rengeteg helyzetünk volt, főleg pontrugásból, de ezeket azért illet volna kihasználni. Német! Öreg! Jó a labda! Középen Kalmár! Kalmár! Megfogja Bíró! Magyarics. Manhart érkezik középen, nagyon gyors, viszont fél Patrícia futott vele vissza. Manhart most nagyon-nagyon egyedül maradt, Henke Manhart. Nem tud lőni egyelőre. És egy lövéssel már csak Tóth Alexandra tud próbálkozni, ez pedig elszáll a kapu mellett. Öreg már a 16-os sarkánál megcsinálja a cselt. Öreg el is lövi, nagy védés még ide a végére Bíró Barbarától. És itt a vége a mérkőzésnek, 2-1-re győzött az Eto FC Győr a Victoria ellen, ami azt jelenti, hogy a bronzcsata állása 1-1, sikerült tehát visszahozni a győrieknek
a bronzérem megszerzésének a reményét, és ez azt is jelenti egyúttal, hogy harmadik mérkőzés fog majd dönteni arról, hogy ki lesz a harmadik helyezett a női NB1-ben. Nyilván, amit megbeszéltünk az első fél időben, abszolút jól működött, nagyon jól néztünk, én is így láttam, ugye a második fél időben volt ugye már az elején egy gól, gondolom, ez megfogott bennünket, próbáltam én is ugye frissíteni előre, ez abszolút nem tudott jönni a csapatba ez a bizonyos plusz, amit vártam volna. Hát el vagyok keseredve, mert én azt hittem, hogy mi is le tudjuk zárni ezzel a mérkőzéssel ezt a sorozatot, de hát ugye van még akkor most egy mérkőzés, aztán mindent megteszünk, hogy sikerüljön.